Erős vár a mi Istenünk! Húsvét ünnepének második napján, húsvét hétfőn nagyon sok szeretettel köszöntöm a televízió néző testvéreket, és mindazokat, akik az internetes felületen követnek bennünket. Húsvét hétfő, húsvét második napjának igéje így szól hozzánk. Nem halok meg, hanem élek. Halleluja! És hirdetem az Úr tetteit. Halleluja! Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében. Amen. Szeretem az Urat, mert meghallgat. Meghallgatja könyörgésem hangját. Megmentette lelkemet a haláltól, lábamat az elbotlástól. Ezért az Úr színe előtt fogok járni, az élők földjén. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, hálát adunk neked, hogy húsvét második napján, húsvét diadalmas ünnepén is a te igédre figyelhetünk, hogy veled is találkozhatunk, hogy neked hálát adhatunk. Igaz, most otthon, családunkban, otthonunk falai között tesszük ezt meg, és nem itt közösségben, az istentiszteleten, templomunkban, de hisszük és tudjuk, hogy húsvét ünnepe így is igaz és diadalmas ünnep. És húsvét ünnepet túlmutat lezárásokon, túlmutat karanténokon, túlmutat szabályokon, hiszen húsvét ünnepe mindent áthat. Ezért az örömért és ezért a diadalért vagyunk együtt, és adunk neked hálát. Az élet legyőzte az elmúlást. Kérünk, így áld meg mai istentiszteletünket, így áld meg az igének hirdetését, és így áld meg az igének a hallgatását. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet húsvét második napjának ige hirdetési alapigéjét, Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, az első fejezet 10. verse így szól. Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, és világosságra hozta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Eddig a vigasztaló és bátorító szentírási igehirdetési igénk. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek igéjét. Válaszul az elhangzott igére valljuk meg hitünket az apostoli hitvallásnak szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, húsvét második napját ünneplő gyülekezet. A világ egyik leghíresebb és legnagyobb panoptikuma a Londonban található Madame Tussaud panoptikum. Ebben az épületben több száz, a valósághoz megdöbbentően hasonlító viasz szobor van kiállítva híres emberekről, zenészekről, sportolókról, politikusokról, akik híresek lettek a világban. Egy-egy ilyen viasz szobornak az elkészítése 6-8 hónapot vesz igénybe, és egészen a legutolsó ráncig, a legutolsó anyajegyig teljesen megegyezik azzal, akiről mintázták.
És ebben a panoptikumban találunk olyan embereket, akik már nincsenek itt közöttünk, akik már elhunytak, de a viaszmásukat megtaláljuk. És vannak olyan viaszmások is, illetve kiállított viaszfigurák, akik még élnek, és itt vannak közöttünk. Az egyik színész úgy fogalmazott, hogy kicsit olyan ez, amikor kiállították róla ezt a viaszbábot, hogy kicsit olyan ez, mintha életének egy darabja, egy része örökké élne, mert a halála után is megmarad az emlékezete, a vonásai, az arca, az alakja, a múltja egy viaszszobor képében. De szeretett testvérek, vannak, akik ennél tovább mentek. És nem elégedtek meg azzal, hogy egy másolatot, egy viaszszobrot állítsanak ki róluk, hanem egyenesen saját magukat állítják ki az elmúlás után is, hogyha már az életük elmúlik, de testük, tanításuk, alakjuk, emlékük, szellemiségük mindig ott maradjon az emberekkel. Ilyet is ismerünk, mauzóleumoknak hívják ezeket a helyeket. Az embereket mindig is érdekelte egyébként, az ókortól kezdve, ha csak az egyiptomi piramisokra gondolunk, hogy miként lehet a történelem hasábjain az emlékezetben fennmaradni, miként lehet, hát képletesen szólva, ilyen módon örökké élni. Szeretett testvérek, húsvétot ünneplő gyülekezet. Húsvét az egyik legfontosabb ünnep a keresztény világ számára. Több 100 millióan ünneplik mai napon, és ünnepelték a tegnapi napon Jézus Krisztus csodálatos feltámadását, a halál felett aratott győzelmét. Vannak a világban ugyanis olyan ellentét párok, amelyek lényegében különböznek egymástól, amelyek egymásnak ellenpólusai, és nem igazán létezhetnek együtt, mert kioltják egymást. Így a melegnek például ellentéte a hideg, a világosságnak a sötétség, a fénynek az árnyék, a nappalnak az éjszaka, a jónak a rossz, a bátorságnak a félelem, és a születésnek az ellentéte az elmúlás. Olyan ellentétek ezek, amelyek számunkra embereknek feloldhatatlanak. Ezeket nem tudjuk megváltoztatni, ezeket csak elfogadni tudjuk. Elfogadni tudjuk, hogy a nappal után jön az éjszaka, hogy a világosság után jön a sötétség, és a legfájdalmasabb, amit emberileg el kell fogadnunk, hogy az élet után következik az elmúlás. Nagyon profán emberi módon, emberi bölcselkedéssel azt szokták mondani, hogy végül is ez az életrendje. De hadd tegyem hozzá azt, hogy de nem az élet végső rendje. Mert Isten a végtelen szeretetével felülírta azt, amire mi emberek képtelenek vagyunk. Felülírta, sőt, megváltoztatta a rendet. Felfoghatatlan az, ami történik, minden emberi logikának ellentmond, de megfordul a sorrend. Jézus Krisztus kereszthalálát ugyanis újra az élet követi. Megtörténik a lehetetlen, megfordul az ellentét pár. A halált legyőzi az élet. Csupa nagybetűvel. Az élet. És ez az örömhír, amit több 100 millióan, sőt milliárdan ünnepelnek a világon húsvétkor. És ez az az örömhír, amelyet nem lehet háttérbe szorítani. Az evangéliumban is megpróbálták egy óriási sziklatömbbel, tegnap erről az igehirdetésben, erről a sziklatömbről bővebben hallottunk, tehát egy óriási sziklatömbbel megpróbálják, és megpróbálták lezárni Jézusnak a sírját, és őröket állítanak oda, hogy senki sem mehessen be, és senki sem jöhessen ki. Nem mintha ez a kő megakadályozná Jézus feltámadását, de mégis szimbolikus jelentőségű ez a mozzanat. Egy követ görgetnek a sír elé, hogy örökre ott maradjon Jézus a sírban, és hogy lezárják végre ezt az egész történetet, ami Jézusról szól. És azért szimbolikus, mert azóta is nagyon sokan próbálták lezárni ezt a történetet, ami Jézusról szól. Sziklát görgetni a kereszténység elé, sziklát görgetni Jézus Krisztusnak a feltámadása elé. Csak a legutóbbi történelmi időszakban, akár balról, akár jobbról, és most természetesen a szélsőségekről beszélek, szélső baloldalról, vagy szélső jobboldalról,
akár a náci Németországból, amikor a Biblia könyveit egészen egyszerűen kirostálták, és az újszövetségi könyveket kivették, amelyek úgy gondolták, hogy nem odaillenek, és a lelkészeknek hát azt parancsolták, hogy nem hirdethetnek igét azokról az bibliai könyvekről. De ugyanígy a kommunizmus idejében, amikor más módszerekkel igyekeztek az egyházat ellehetetleníteni, a vallásosságot szinte kiírtani az emberek életéből, és Jézus Krisztus elé egy óriási szikla tömböt hengeríteni, hogy Jézus Krisztust, az örömhírt, a kereszténységet elfojtsák, vagy végre pontot tegyenek a végére. És van egy rossz hírem. Persze a számukra rossz hírem. Nekünk ez örömhír. Nem fog menni. És nem ment eddig sem. Mert ahogyan a történelemben eddig sem sikerült az örömhírt, a feltámadást, a csodát, Krisztust elnémítani, ezután sem fog menni. Mert a feltámadást nem lehet háttérbe szorítani. A feltámadást nem lehet különféle eszközökkel eltémítani, nem lehet megfenyegetni, nem lehet bezárt ajtók mögé száműzni. A feltámadott Jézus Krisztus minden emberi előnél, minden emberi gonoszságnál, minden emberi ármánykodásnál sokkal hatalmasabb. És ez húsvétnak az igazi csodája. A feltámadott Jézus Krisztus él. Feltámadott Jézus Krisztus ma is él. És nem, hogy emberek, még a halál sem tudta őt legyőzni. Még a halál sem tudta őt ott tartani a szikla barlangban. És az övéinek ezt az ajándékot adja. Az örök élet ajándékát. Szeretett testvérek, nincsen szükségünk arra, hogy különféle praktikákkal, mauzóleumokkal, vagy hogy az elején említettem, panoptikumokkal az emlékezetünk, a testünk örökre fennmaradjon. Nem kell rólunk viasz figurákat formázni. Nem kell hatalmas épületeket építeni. Nem kell hírt szereznünk, mert mi valóságosan élünk, és valóságosan élni fogunk. A mi örök életünk nem ilyenektől függ. Nem viasz figuráktól, és nem mauzóleumoktól. A mi örök életünk egyedül Jézus Krisztustól függ. És mi mindannyian a feltámadott, győzedelmes Jézus Krisztusban vagyunk, ő benne és őtőle van örök életünk, és ettől a szeretettől, Jézus szeretetétől semmi, sem élet és sem halál nem választhat el minket. Örüljünk, ünnepeljük húsvétot. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy szent fiadat nem hagytad a sírban. Feltámasztottad megigazulásunkra. Benne megbékéltetted a világot önmagaddal, és békességedet ajándékozod az embereknek. Könyörgünk, Urunk, tégy készségessé minket a jóra. Szabadíts meg a szentségtelen és üres élettől. Add, hogy szent lelked erejével feltámadott üdvözítőnk arca tükröződjék rajtunk, hogy életünk minden napján akaratod szerint éljünk. Könyörgünk szeretteinkért, családtagjainkért, rokonainkért, barátainkért. Áld meg őket is élő hittel, bizakodó reménységgel és csendes élettel. Ne engedd, hogy a hétköznapok nehézségei, terhei, harcai kioltsák szívükben a húsvét örömét. Add Istenünk, hogy húsvét fénye és öröme az ünnep elmúltával is betöltse és megszentelje életünket. Kérünk, maradj velünk örökké a te kegyelmeddel. Hallgasd meg kérésünket, imádságunkat, amikor most a tőled tanult imádság szerint együtt így is megszólítunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Húsvétot ünneplő gyülekezet, fogadjátok az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd. Adjon neked békességet. Amen. Szeretettel hirdetem, hogy a következő vasárnapon, húsvét ünnepe utáni első vasárnapon Isten tiszteletet közvetítünk, 9 órától a Móri Városi Televízió műsorán, valamint az internetes felületeken, gyülekezet Facebook oldalán, a saját Facebook oldalomon, valamint a YouTube csatornán megtekinthetőek és visszanézhetőek az Isten tiszteleti alkalmak. Istentől áldott húsvéti ünnepet kívánok a mai napra, húsvét hétfőre is, és Istentől áldott hetet. Erős vár a mi Istenünk!